saját készítésű kés, ezek zöme, a legtöbb, ez borotfa. Beréti István fafaragó éppen azokat az eszközöket mutatja, amivel már több mint 55 éve készíti alkotásait. Én cipész vagyok. Kártérben dolgoztam, cipőgyárban dolgoztam, és én ott megtanultam bánni a késsel. És jó, elég jó rajzoltam, és az egyik munkatársam az felfigyelt, azt mondta, gyere hozzám, barátom, az Antal Marci volt itt Bonyáron, együtt dolgoztunk a kártérben, és hát gyere el hozzám, azt megmutatom, miket faragok. Én megmutatta, és akkor én is nekiálltam, és ez 65-66. 66-ban már a Bonyhádon volt egy fafaragó tábor, abban én már elmentem. Mint fiatal, ugye, nézelődni. És akkor ő beavatott, hogy hogy csináljuk, meg ő hogy csinálja. Persze a stílus az minden embernél egyéni. Itt olyan is, hogy két egyforma. A táborokat szerveztek, és én abban szinte minden nyáron a szabadságom arra ment. Egy hét tábor. És ez Dombóváron, Tamásiba, Bonyháron, attól függ, hol. És ennek a vezetője meg a Balázsi Gyula bácsi volt, ez Erdélyből származott faszom, ő szobrász volt. Nagyon sok ilyen elméleti oktatás, tehát faragással, nem az, hogy csak nekiállok és vágom, nem lehet. A stílusokat, a különböző díszítő faragásokat, a szoborfarag, képi faragás, tehát teljesen más világ, és ez sokoldalú valami. És az ember mind a keze, ahogy rááll, én megmaradtam a szobroknál. Viszont nagyon sok faragó, meg csak díszítő faragó, tehát dobozokat, képeket, díszítő faragára viszont mind ezt az erdélyi kalotaszegit csináljuk, ezt az ég, az egyszerű picike munkákkal, gyönyörű dolgokat lehet faragni, és megcsináltuk mi a somogyi faragást, a pásztor meg az Észak-Balatonit, de hát az az ő világuk. Ők ott vannak, ők abban élnek benne, és mi az ember nem nyúl bele abba, ahogy ő sem csinál székely stílus egyáltalán. Úgy egyet-kettőt elles megcsinálja, de azon kívül nem. Ott létünk alatt gyorsan ki is faragott nekünk egy erdélyi motívumos virágkarót. A Balázsi Gyula bácsihoz Dombóváron, a dombovári fafaragó volt, az öreg papa, és egy hétig nem engedett más csinálni, csak virágkarót kellett csinálni. Gyula bácsi, én már unom, mondom, hát miért? Azt mondja, a késnek a használatát itt lehet megtanulni. Majd utána rájött szobrokat faragni. Így van. És igaza lett neki. Mai napig is azt mondom, hogy Marci volt az, aki megfogta, és akkor István indulj el, és ezt csinál. És mondom, ő mutatta meg először, egyáltalán hogy lehet egy szobrot megcsinálni. És úgy néztem Marti, mondom, ez nagyon jó. És akkor ez így ment. Szóval most is azt mondom, hogy ő volt az indító, persze utána jöttek, mondom, Balázsi Gyula bácsi, a Csékis Erni, nyári táborok jöttek, olyan más munkák. De akkor az ember már otthon volt a fába. Tehát, hogy anyaggal hogy kell dolgozni, hogy kell is nagyobb dolgokat, nagyobb szobrot. Én mindig azt tartom, ha valaki egy ilyen picit meg tud csinálni, az ugyanúgy nagyba is el tudja képzelni, ugyanezt. Csak persze egy hónappal több munka. És hogy fér ez bele egy fiatal családapa életébe? Én nem jártam kocsmába, én nem ittam, én nem dohányoztam. A család volt meg ez. Én nekem ez már még legénykoromban, tehát a nejemmel az 70-ben esküdtünk meg, tehát én akkor már régen faragtam, mikor mi összekerültünk. Én 23-24 éves voltam, mikor kezdtem faragni. Én nem mondhatom, hogy úgy gyerekkorban faragtam, nem értem rá akkor még, meg nem volt kitől. Tehát nem volt olyan, hogy aki azt mondja, na így csinál. Elég idős fiú vagyok már. Hát én a bukovinai székelyek menekülés útján Bácskába települtek, 4 évig ott éltek. Ugye 41-ben eljöttek Bukovinából, nagyapám, végapám, még mind, és én Bácskába születtem. Tehát a bátyám is, én is ott születtünk mind a ketten, mikor Magyarországra ide, elbe Magyarországra, mert akkor az is Magyarország volt. De hát mikor mi ide kerültünk,
Vácskába, én már 2 éves voltam, amikor Diósberénybe telepettünk, feljöttünk ide. Már akkor jött a váltás, ugye onnan nem lehet, el kellett jönni. Beréti István legszívesebben tiszafából dolgozik. Nem csak a keménysége miatt, de nagyon különleges alkotások is születnek ebből a fajta fából. Egyrészt világos, hogy megy beljebb, mindig ilyen barna. Úgy jön ki a fából a manyóka, hogy ilyen egyszerűen. Én imádom a tiszafát. Egyik az ország legkeményebb fája. Itt nálunk. De hát ezt felhajtani, ezt kiszárítani 6-7 év kell. És amikor az megvan, akkor lesznek ilyen gyönyörűséges. Ez tiszafa. És súlyra, fajsúlyra. Tehát, mert a hársfa az nagyon jó, könnyű gyakorolni, meg ilyen könnyű munka magyarul. Ugye, mert késsel pillanatok alatt. De általában gyümölcsöt, a diót, cseresznyét, juharfát, nagyon szívesen, de én most is arra esküszöm, hogy a legszebbek a tiszafáim. De hát ez most már nehéz hozzájutni. Sokan rá cuppantak, hogy ez van. Legszívesebben a szobroknál állok meg. Ma az egy egyszerű, elképzeli az ember, megvan az a darabfa, mi fér bele, mekkora, milyen lesz. Azt majd én utána ráérek gondolkodni közben. És tehát nem olyan, hogy ilyen széria, hogy na egyforma, mind a sakfigura, nem olyan, nem. Ez teljesen más. A vásárokban általában én mindig ültem, és mindig bemutatózni kellett, hogy ott megállt egy tömeg, és azt látni kellett, hogy az öreg csinál, és amikor egy óra alatt, vagy másfél alatt egy ekkora szobrot megcsinálom, akkor poszt a betyárát. Beréti István nagyon fontosnak tartja a hagyományok őrzését és továbbadását, azonban 3 fia közül egyik sem érdeklődik szakmája iránt. Éppen mindig emlegetem, hogy az én fiaim ezektől gyerekkoruk óta látják, és mindig azt mondom, hogy ezek a forgácsot átlépték. Tehát ott, amikor én dolgoztam, nem is érdekelte. Mindegyiknek megvan a maga dolga, hogy hol dolgozik, mit csinál, mi a szakmája. És nem, most az unokáim is nem valószínű, de hát ez olyan dolog, hogy ezt erőltetni nem lehet. Volt unokám, hogy ide jött, és akkor mondja neki a nejem, hogy na, Zolika, állj neki, és segíts a papának, mutasd meg. Leül szegénykém, nem tudja vágni, nem tudja, és akkor látom, hogy nem kötelező gyerekek, ez nem megélhetés nektek. Más a mai gyerekeknek a világuk. Tehát ők nem ezt látják benne. Ő azt látja benne, hogy a pénz, hogy mennyi, hogy meg lehet-e élni belőle, és mondom, ha így indulsz neki, nem jó. Nem jó. Rovására megy. Mert nem sajnálom, hogyha nem tudom, egy óra alatt megcsinálom 3 óra alatt, tehát nem azt kell nézni, na, mennyit kapok. Ha úgy indul el, akkor vége. Nem szabad, nem. Nem szabad anyagiasnak lenni. És akkor lesz jó. Csak szívvel, lélekkel, és csak, hogy mondjam, most divatosanak, hogy hobbiból. Tehát, ha nem érdekli, akkor nem fog hozzá. De ha érdekli, igenis, hogy leülök is, az nem igaz, hogy azt nem tudom megcsinálni. Nekem az volt a lényeg, hogy mondom, leülök és kikapcsolódok. Ha pihenek, akkor leülök egy ilyen kis izét, faragok, lerakom, majd legközelebb meg egy kicsit, ez így. Most meg már abszolút nincs kötöttség, tehát, hogy na most kell menni, ide kell menni, oda vigyél valami újat. Régen volt, akkor tényleg olyan volt, hogy este bizony éjfélig is el kellett, mert kell az anyag. Mert lementünk Pécsre, ott nem lehettem oda, 10 darab szoborral nem lehet oda menni pécsi vásárba. Ott a 30-40-50 darab kellett legyen. És akkor ugye volt, ami nem mentem, majd a következő vásár, azért van tele a szekrényem. De hát hiába, én már így maradok.